Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Alsó-Óceán Város önkormányzat képviselőtestületének megjelent tagjait. Képviselőtestületünk létszáma 9, fő, távolmaradását nem jelezte senki. Jelenlévő képviselők száma 7 fő, így a testületünk határozatképes, azt megnyitom. Tisztelettel köszöntöm a képernyő előtt ülőket, mindazokat, akik a képviselőtestületünk munkáját figyelemmel kísérik. Külön szeretettel, tisztelettel köszöntöm Bajnok István tűzoltó alezredes urat, aki a Miskolci Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka. Egyik napi rendi pont lesz az övé. A meghívóban kiküldött napi rendi pontokat tárgyalnánk. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása. Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki elfogadja a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalását, azt kérem, kész felemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Rá is térnénk így az első napirendi pontunkra, ami a lejárt határozatokról szóló beszámolót jelenti. Két lejárt határidejű határozat van, az egyik a Burza Hungarikával kapcsolatban, ami tulajdonképpen az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felső oktatási önkormányzati ösztöndíj rendszer 2012 évi pályázati fordulójában a benyújtási határidőt november 6-áról november 13-ára módosította. Így módosul a önkormányzat részéről is a benyújtási határidő, ami november 13-áig kell meghozni a döntést, illetve november 2-áig mindössze 5 fő adta le az ösztöndíj pályázatát sajnálatos módon, hogy csökken. A másik pedig a képviselő testületünk áprilisi döntése alapján a 024 külterületen lévő, a Sajón túllévő földterületet, akkor a képviselő testület úgy döntött, hogy ne adjuk bérbe, hanem hirdessük meg eladásra. Ezt tegyük 3 hónapig, és hogyha eredménytelen, akkor újra tárgyalja a bérbeadás lehetőségét. A kiírást megtettük. Ajánlat benyújtásának határideje szeptember végén lejárt, ajánlat nem érkezett a földterület megvásárlására. A következő testület ülésen fogunk dönteni ezzel kapcsolatban, hogy mit tehetünk, vagy illetve mit kívánunk továbbtenni. Kérdezem, ezekkel kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja a beszámolót, kérem szépen kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, a testületünk egyhangulag elfogadta. Így rá is térnénk a második napirendi pontunkra, a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló. Kérdezem parancsnok urat, hogy van-e szóbeli kiegészíteni valója. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, én köszönöm a meghívót, és köszönöm a beszámolás lehetőségét. Ugye az 1996/31-es tűzvédelmi törvény alapján megküldtem a beszámolót. Igyekeztem olyan minden olyan lényeges információt beletenni, illetve azzal megtölteni, ami a tűzoltóság ezéves tevékenységét érinti. Én kiegészíteni nem szeretném. Amennyiben kérdés van, úgy szívesen azokat megválaszolom. Köszönöm szépen. Magát az előterjesztést, illetve a beszámolót tárgyalta a pénzügyi és városfejlesztési bizottság. Elnök asszony, légy szíves, ismertesd az állásfoglalást. Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót. Köszönöm szépen. Kérdezem képviselő hölgyeket, urakat, van-e ezzel kapcsolatban bárkinek? Ezek szerint mindenki elégedett a tűzoltóság munkájával. Akkor javaslom, szavazunk. Aki a Miskolci Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés melléklet szerinti tartalommal elfogadja, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadtuk. Megköszönöm a részvételt, szívesen veszük, hogy te tovább is részt vesz a testületünk munkájába, de azt is megértjük, hogy a feladat lesz. Köszönöm szépen, hivatalos feladatnak szólítom. Köszönjük szépen. Viszontlátásra mindenkinek. Át is térhetünk a 3. napi rendi pontunkra, ami a helyi adók mértékének megállapítása. Ahogy az előterjesztésben szerepel, tulajdonképpen a építményadó, iparűzési adó, ami jelentős bevétel a településünk számára. Természetesen tisztában vagyunk a körülményekkel.
tovább a iparűzési adó, ugye a maximum szerepel, építményadót pedig 1050 forintot kérünk hasznos alapterület után a vállalkozásoktól, hogy annyit fizessenek az önkormányzatnak. Tisztában vagyunk ennek fontosságával, hiszen a fejlődésünket tulajdonképpen ez a befizetés, ezek a befizetések teszik lehetővé egyrészt. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és támogatja az adónk változatlan mértékben való hagyását. Köszönöm szépen, kérdezem, ehhez van-e valakinek? Szeretném újra kihangsúlyozni a gépjármű adóval kapcsolatos dolgot, hiszen azért tévhit van a közvéleményben, mert hogy a 2017-es esztendőben 1457 darab adóköteles gépjármű volt. Tudjuk, hogy a belügyminisztérium nyilvántartása alapján kerül az önkormányzathoz, hogy kinek kell adót fizetni, illetve melyik jármű után, tehát nem a itteni regisztráció alapján kerül kiválasztása, valamint az kevésbé köztudott, hogy 60%-át ennek az összegnek önkormányzatunk tovább küldi, ami azt jelenti, hogy 40% marad, ami körülbelül a következő napirendű pontokban lesz a helyi adó, illetve a befolyt összegekről. 9-10 millió forintot tesz ki ez a 40%, ami itt marad. Amikor vehemensebben föllépnek a lakosság köréből egyesek, hogy ők gépjárműadót fizetnek, és miért nincs rendben az út, ebből a 10 millió forintból nem sok mindenre futja. Ezekből inkább csak ilyen karbantartás, kátyúzás, ilyenek valósíthatók meg. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Tessék, van a csomagképviselő. Esetleg az országgyűlési képviselő viszont, ha megkérnénk egy törvényjavaslat benyújtására, hát most már csak jövőre lehet, mert ugye a kormány elfogadta meg az országgyűlés és a jövő évre vonatkozó adótörvényeket, hogy ezeket a gépjárműadóval befizetett összegek, ezek maradnának a önkormányzatnál, és akkor a helyi utaknak a javítására fordítanák. Ez nem tudom, hogy milyen módon lehetséges, mert személyes beszélgetéskor el lehet mondani, de esetleg így a testületünk is tehetne javaslatot a képviselőasszonynak. Köszönöm szépen. Bár tudjuk azt, hogy az autópálya díjat például most emelték 3000 forintról, a 10 naposat 3500 forintra, és ez az 500 forint szolgálja az út alapba történő bekerülését, illetve oda kerül be ez az összeg, amiből útépítés, útkarbantartást hajtanak végre. Hogyha az autópálya díja emelkedett, akkor nem nagyon valószínű, hogy ezt az összeget visszautalná, vagy visszaengedni az önkormányzatnak. Erről az országgyűlés döntene, és esetleg csak az esetben lehetne a miénk, hogyha a saját útjaink jön. Megvizsgáljuk. Parancsoljon. Annyival kiegészítenék, hogy a gépjármű adó bevezetésekor pontosan ebben a formában működött. Tehát éveken keresztül a gépjármű adó bevétel az a helyi önkormányzatnak a bevételeit ként jelentkezett. Ezt követően már most nem tudom a pontos dátumot, de évekkel ezelőtt került módosításra a gépjárműadó törvény, amikor is döntött az országgyűlés arról, hogy 40% maradt természetesen az önkormányzatnál, és havonta a magyar államkincstár javára ugye állami bevételként kell átutalnunk ezt a 60%-ot. Tehát az, hogy most az eredeti elképzelések szerint történjen újra ennek a beszedett bevételnek a leosztása. Erre nem tudom, hogy mennyi a reális lehetőség, sőt én már olyanokat is hallottam, hogy az is információként hangzottak el, hogy nem csak a gépjárműadót, hanem az iparűzési adót is inkább állami bevételként szeretnék, hisz elég egyenletlen az elosztása, itt kisebb települések esetén ugye semmifajta bevétel nincs. Nyilván azok a települések, ahova pedig bevétel nem érkezik, így fejlesztésre sincs lehetőség, hogy valamiféle ilyen elképzelések is felmerültek, hogy az iparűzési adónál is egy ilyen típusú megosztás, mint ahogy ezt a gépjármű adónál kialakították. Köszönöm. Köszönöm. Kérdezem, van-e még valakinek? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Aki egyetért az előterjesztésben foglaltak, miszerint az adó mértékét 2019 évben
ne módosítsuk, ne változtatsuk, illetve 2018 évben egyező mértékben változatlan összegben állapítsuk meg, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy testületünk egyhangulag elfogadta az előterjesztési javaslatát. A negyedik napirendi pontunk a adóztatásról szóló beszámoló. Kérdezem jegyzőasszonyt ezzel kapcsolatban. Van-e kiegészítés? Már félig előzőekben is, ugye itt a helyi adókról beszéltünk, egy pár gondolatot esetlegesen, amit inkább a nézők információihoz való juttatásában. Két helyi adó bevezetésére került sor már évekkel ezelőtt Alsó-Zsolcán. Helyi adótörvény hatály alá tartozik a helyi iparűzési adó, illetve az építményadó. Ennek mértékéről a előzőekben döntött a képviselőtestület. A gépjárműadó, ahogy itt az előbb említettük, a gépjárműadó törvény hatálya alá tartozik, tehát annak mértékét a jogszabály határozza meg. Polgármester úr már itt az előbb elmondta, még az adózókhoz nem mindig jut el, ez egy központi nyilvántartás alapján történik az adóztatás, tehát az, hogy eladtam és ide bejelentettem, tehát ez a forma egyáltalán nem működik, tehát ezzel mi nem tudunk mit kezdeni. A hivatalos nyilvántartás alapján történik meg a gépjármű adónak a kivetése. Felhívnám a figyelmét a gépjármű tulajdonosoknak, hogy a eladásokat is be kell jelenteni, hisz amennyiben valaki az eladott, tehát eladja a gépjárművet és azt nem jelenti be, az új tulajdonos pedig elfelejt a bejelentési kötelezettségének eleget tenni, akkor abban az esetben sajnos annak ellenére, hogy adásvételi szerződés készült, az okmányiroda nem vezette át, az adóztatása addig nem szűnik meg. Úgyhogy erre is kérném az adózókat, hogy figyeljenek oda, hogy eladáskor egy záradékkal kell ellátni adásvételi szerződést, be kell vinni az okmányirodába, és innentől kezdve rendezett a gépjármű. Valami vagy talán a még kellemes hozzátenni, hogy az fizeti a gépjármű adót, az köteles fizetni, akinek január 1-én a birtokában, tehát hiába adja el menetekbe, azt terheli a gépjármű. Így igaz, tehát ezért kell mindenképpen ennek a bejelentési kötelezettségnek eleget tenni. Annak ellenére úgy gondoljuk, hogy született egy adásvételi szerződés és részünkről rendezett a dolog. Az előterjesztés tartalmazza a 2018 évi tervezet, illetve befolyt bevételeinket, helyi iparűzési adónál 68%, itt a szeptember 30-áig befolyt bevétel. Itt még számítunk bevételekre a december 20-ai befizetések kapcsán, illetve van egy eltérő üzletévet választó adózunk, aki szintén még decemberben bízunk benne, hogy fog fizetni. Építményadót azt túl teljesítettük, 163%-os a bevétel. Ezt is itt már testületi ülésen érintettük, hogy az előző években kivetett bevételeink szerencsésen befolytak, ezért sikerült 63%-kal már most túl teljesíteni a adóbevételt. Gépjárműadó esetében 2018. 9. hó 30 napjáig 96%-ban teljesült, és ide szoktuk még beszámítani nem egy jelentős bevételt képező terhelési díjat, amiből 306 000 forint folyt be. Ezt a díjat azoknak kell fizetni, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá. Iparűzési adó tekintetében itt már többször elhangzott, hogy tudomásunk, illetve információink szerint az egyik legnagyobb adófizetőnk sajnos megszünteti a tevékenységét Alsó-Zsolcán, ami számunkra nem igazán kedvező, illetve az ott dolgozók számára sem. Bízunk abban, hogy hamarosan újabb befektető fogja megvásárolni ezt a céget, és újra beindul a termelés. Azonban örömmel közölhetjük, hogy újabb vállalkozások is jönnek Alsó-Zsolcára, a Raweber nevezetű kőzetgyapotgyár, aki talán jövő novemberben kezdi a termelést, a Esmi-Unveld területén pedig szintén egy új beruházás épül, ami hamarosan, talán tavasszal fogja elkezdeni a működését. Tudomásunk van egy új ipari építmény épüléséről is, ami szintén
bizakodásra ad okot, hogy újabb befektetők fognak a Alsó-Zsolcai ipari parkba betelepülni. Építményadó a hasznos alapterület után fizetendő, a gépjárműadóról beszéltem, illetve magáról a talajterhelési díjról is. Jogszabályi kötelezettségünk, hogy egy évben beszámoljunk a adóztatásról. Mi ezt több alkalommal is meg szoktuk tenni, hisz egy a félévi beszámolókor is számot adtunk már a adóbevételeinknek a alakulására. Köszönöm. Köszönöm szépen, talán érdemes még hozzátenni, hogy képviselő testületben mindenkit, ugye, hiszen számtalanszor tárgyaltuk már a dolgot, hogy azok a önként vállalt feladatok, amik akár a fizikoterápia, akár a labor, vagy akár most a gyógytornász növelése, gyógytornász működtetése, illetve gyógytornász alkalmazása, mindez a nem kötelező feladat, hanem az önként vállalt feladatok körébe tartozik, amit a önkormányzat akkor tehet meg, hogyha a kötelező feladatait teljesítette, illetve anyagi erőforrás biztosított. Mindez, ami önként vállalt feladat, akár a sportcsarnok fönntartása, a közösségi házunk, műsorok, mindez ezekből a befolyt összegekből zajlik, ezért érinthet érzékenyen bennünket, hogyha bármilyen nagyobb volumenű változás történik. Reményeink szerint nem fog bekövetkezni, reményeink szerint, ha a Sanmina el is költözik, valaki, bízunk benne, hogy valaki átveszi ezt a építményt, amit itt hagy, és hasonlóképpen olyan tevékenységet fog folytatni, ami számunkra előnyös. Kérdezem a pénzügyi és városfejlesztési bizottságot. A bizottság is megtámogatta ezt az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a beszámolót. Köszönöm szépen, kérdezem, van-e valakinek még ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor kérem szavazunk. Aki elfogadja a adóztatásról szóló beszámolót, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom a testületet, egyhangban elfogadtam. 5. napi rendi pontunk a beszámoló a polgármesteri hivatal működéséről. Ismét jelzi asszony. Elég terjedelmes az előterjesztés, mint egy 20 oldalon keresztül ismertettük, még azt gondolom, hogy nem a teljesség igényével a hivatalban zajló tevékenységet. Ez ugyanolyan kötelezettségünk, mint az adózásról szóló beszámoló, hogy egy évben a polgármesteri hivatal működéséről tájékoztatót kell nyújtani a képviselőtestület részére. Tényleg nem szeretném az egészet, pár dolgot, amit megemlítenék, hogy mégis miről szól ez a beszámoló. A beszámoló első részében a polgármesteri hivatal létszámadatairól, a tárgyi feltételeinkről, a képzésekről, illetve a településen lefolytatott ellenőrzésekről adtunk számot, amelyben örömmel számolhatok be, hogy az elvégzett vizsgálatok alapján hál' Istennek semmifajta hiányosságot nem tapasztaltak, tehát ezzel is bizonyítjuk talán, hogy jól végezzük a munkánkat. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatköreinket, a képzéseket, illetve azokat az elvégzett tevékenységeket, amelyeket közfoglalkoztatás keretében végez az önkormányzat. Ezeknek a feladatoknak leginkább a munkaügyi részét, ide kapcsolódva a kifizetéseket, a képzéseket, a felvételeket, tehát sok-sok adminisztrációs jellegű tevékenységet végez a polgármesteri hivatal. 2018 évben egy számszaki adat 110, átlagban 110 közfoglalkoztatott dolgozott a rendszerben. Köszönjük az ő munkájukat, mert a település szépítése itt a virágosításoktól, kezdve az útkarbantartások, a mezőgazdasági mintaprogram, ha olvasta a képviselőtestület az előterjesztést, akkor láthatja, hogy komoly munkák folytak, rengeteg mezőgazdasági terméket tudtunk adni a konyhának, több mázsa, burgonyát, hagymát, paradicsomot, paralábét és káposztát sikerült termesztenünk a mezőgazdasági földeken, amelyeket a konyha szívesen vesz és használ föl a mindennapi étkeztetéshez. Sok-sok képzés lebonyolítására került sor.
Ezeket a munkaügyi központ szervezi, a csokoládé termékgyártón keresztül a családellátó képzésen, a targonca vezető, és még sorolhatnám itt, hogy hányfajta képzés szervez, hogy azok az emberek, akik nem megfelelő képzettséggel rendelkeznek a munkaerőpiacon, talán így nagyobb lehetőség nyílik a számukra, hogy el tudjanak helyezkedni. Ügyirat forgalmunk, mintegy 20 ezer ügyiratunk volt 2018 évben. Ez azt gondolom, hogy elegendő munkát és feladatot adott a számunkra. Szervezeti és működési szabályzatunk szerint három csoportunk működik. Az egyik a jogi koordinációs csoport, testületi ülések, előterjesztések elkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése. Két választás volt a múlt évben, az egyik a január 1-én a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak lemondása miatt egy időközi választást kellett lebonyolítanunk, azt gondolom, hogy jogszerűen, szabályszerűen zajlott le, illetve a 2018 április 8-án tartott országgyűlési választás is, amelyben a kollégáim részéről is mindenki, illetve maga a választási bizottságok részéről is jogszerű munka volt tapasztalható. Pénzügyi gazdálkodási csoportnál esetleg, amit emeltünk ki, hogy egy új rendszer bevezetésére került sor, ami már többször elhangzott, ez az úgynevezett ASP rendszer. Ebben a rendszerben kell most már egyéb gazdálkodási, könyvelési feladatainkat bonyolítani. Ez elég sok feladatot adott a számunkra, ez egy új rendszernek a bevezetése, az mindig problémákkal jár, azokat meg kell tanulni, ki kell tapasztalni, hogy hogyan is miként lehet a feladatokat jól ellátni. Ennek az ASP-nek a bevezetése történt az adóosztályon is. Az általános igazgatási csoport az általában a szociális ellátásokhoz kapcsolódó feladatokat látja el. Mi bonyolítjuk ugye a szociális, vagy a szünidei gyermek étkeztetéshez kapcsolódó feladatok ellátását is, ami rendkívül sok plusz munkát ró, nem csak az önkormányzati dolgozókra, hanem a konyhára, illetve a gyermekvédelmi ellátásban dolgozó kollégáinkra is. Népesség, nyilvántartás, hagyaték, kereskedelmi ügyek és még sok-sok minden, ami ezekhez tartozik. Befejezésként a anyakönyvi feladatokat említettük, illetve az informatikai és számítástechnikai feladatokat. Az informatikus kollégánk az nem csak a polgármesteri hivatalra, hanem az önkormányzat valamennyi intézményére vonatkozó informatikai feladatokat is ellátja, ami sajnos el kell mondanunk, hogy elég sok, mert elég sok a meghibásodás, úgyhogy az intézmények részéről azonnal ide érkezik a jelzés, hogy valamit csináljunk. Aztán ugye itt az elektronikus ügyintézésre való áttérés kapcsán szintén sok-sok olyan új feladat, szabályzatok elkészítésére volt szükség a 2018 évben, ami sok-sok plusz feladatot adott a kollégák részére. A magam részéről szeretném megköszönni a kollégáimnak a szorgalmas, igyekvő, és csak bízni tudok benne, hogy a ügyfelek megelégedését kivívó munkáját. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt a részletes kiegészítést. Az előterjesztés bizottság nem tárgyalta. Kérdezem, van-e valakinek ezzel kapcsolatos kérdése? Bőséges a beszállóban. Én úgy gondolom, hogy köszönet illeti azt a munkát, amit végeztek, tényleg, mert én nem tapasztalok, nem találkoztam elégedetlenséggel vagy negatív véleménnyel, mert általában az embereknek, ha valamit nem végeznek el, akkor vagy felhívnak, vagy a találkozáskor mindig mondják az embernek, hogy mert ezt se csinálták meg. Úgy gondolom, hogy elég gördülékenyen megy. Azok a változások, amik jönnek, sajnos abból az alól nem tudunk ítérni, mert az elektronikus változásoknak az a problémája sokszor, hogy a két rendszer nem kapcsolódik egybe, sőt egy harmadik rendszerhez való hozzákapcsolás is elég nehéz. Én azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk a munkátokkal, úgyhogy én megköszönöm magam részéről. Köszönjük. Köszönjük szépen, kérdezem, van-e még valakinek? Amennyiben nincs, akkor kérem, szavazzunk. Aki Alsó-Olcai polgármesteri hivatal működéséről szóló beszámolót elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Köszönöm szépen, megállnak itt a testületünk egyhangulat. Elfogadta a beszámolót. Rátérünk a 6. napirendi pontunkra, személyes gondoskodás nyújtó szociális intézmény szakmai munkájának értékelése. Kérdezem a gondozási központ vezető asszonyát, hogy várad ki, légy szíves. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő testület, a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 3-as törvény rendelkezik arról, hogy évente egy alkalommal a képviselő testület ellenőrzi a személyes gondoskodás nyújtó intézmény szakmai munkáját. Ennek a rendelkezésnek megfelelően készítettem el az intézmény szakmai beszámolóját, amelyben a személyi tárgyi feltételekről, működésről, a nyújtott szolgáltatásokról írtam. Ugye itt bővebben kifejtettem az étkeztetést és a nappali ellátást. Én azt gondolom, hogy mindkettő színvonalas szolgáltatás az intézményben. Igyekszünk kiszolgálni a felénk jelentkező igényeket, az időseknek változatos programokat szervezni, illetve a demenciával élőknek lassítani a leépülés folyamatát. Én mindenféleképpen szeretném megköszönni a képviselőtestület támogatását, hiszen el kell mondani, ami nem mindig tudatosul azért az emberekben, hogy ezt a szolgáltatást térítési díj nélkül veszik igénybe az ellátottjaink. Nagyon szép, tiszta környezetben tölthetik a mindennapjaikat. Arról nem is beszélek, hogy micsoda nagy segítség az, hogy kis busz állítja be őket és haza az otthonukba nap mint nap, hiszen a beszámolóból látszik, hogy nagyon magas az átlag életkor a résztvevők körében, és önmaguktól nem hiszem, hogy igénybe tudnák venni ezt a szolgáltatást. Aztán továbbiakban a költségvetésünk, az éves költségvetésünk lehetővé teszi, hogy kirándulást szervezzünk, hogy a környezetünk szép és virágos legyen, hogy programok sokasságát tudjuk biztosítani a hozzánk járó embereknek. Úgyhogy köszönöm szépen, az időseket meg arra biztatom, hogy aki magányos, az jöjjön a gondozási központba. Köszönöm szépen. Köszönjük az előterjesztést, tárgyalt a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság. Elnök asszonyt kérem. A bizottság nem tárgyalta, és elfogadásra javasolja a beszámolót. Azzal együtt egy óriási köszönet ennek az intézménynek és vezetőinek azért, hogy itt a település idős lakosságának a problémáinak egy jó részét fölvállalja, és hát a családban közül terület is ide tartozik gyermekvédelem. Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e valakinek ezzel kapcsolatban? Akkor kérem, szavazzunk, aki az Alsó-Zsolcai Gondozási Központ 2017. évi szakmai munkájának értékeléséről szóló beszámolóját a előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, ezt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállok éppen a testületet. Egyhangulag elfogadta, köszönöm szépen. 7. napirendi pontunk, Alsó-Zsolca város környezeti állapotáról szóló tájékoztatás. Erre már sor került a tavalyi esztendőbe, illetve a törvényi előírás szerint évente tárgyalja a testület a település környezetének tisztaságát, hulladékgazdálkodást, ivóvíz, szennyvízkezelés, csapadékvíz, zöld terület, közlekedés és energia fejezett címekben tárgyaljuk át. Mindenki számára meghatározó jelentőségű a települési környezetünk, hiszen annak, aki a napjait itt tölti, azaz az idősebb generációhoz tartozik, és kevésbé hagyja már el a települést, annak különösen, de arra is nagy hatással van, aki esetleg csak úgymond aludni jár haza, mert hogy a munkahelye bárhol máshol van, főleg Miskolcon, ugye nagy mértékben befolyásolja a környezete a érzést, azt az érzést, hogy szívesen jön-e, illetve szívesen éle a Alsó-Zsolcán. Az elmúlt időkben igyekeztünk testületileg mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt az érzést erősítsük bennük. Tulajdonképpen az a testületi határozat, ami a játszótér építéséről szólt,
ugye azért indult nehézkesen, mert hogy egy olyan területre került, ahol már korábban egy részén működött a játszótér, illetve egy kisebb játszótér volt kialakítva. Úgy véltük, hogy ha azzal a területtel egybe vesszük ezt a portát, akkor egy szép területű játszóteret sikerül kialakítanunk. Ami be is következett, ugye eszközkezelőhöz tartozott, amíg ezt sikerült rendezni, sikerült megvásárolni az ingatlant, illetve odáig jutottunk, hogy a lebontás lezajlott, és egy sík egyenes terepet kaptunk többé-kevésbé, hiszen ott is igazítani kellett, annak érdekében, hogy a játékok elhelyezésre kerüljenek, illetve az ott lévő játékokat kiszedtük a telepítés előtt. Aztán jött a tél, jött a hó, jött a havazás, meg a tavaszi hóesés, illetve hidegek, egy kicsit csúszva tudtuk csak belekezdeni a telepítésbe magába. A gyereknap előtt sikerült ezt a játszóteret átadnunk, illetve ahogy a polgármester hivatal működésénél jelezte, említette jegyzőasszony, a közfoglalkoztatott, illetve a városüzemeltetés közreműködés, a közreműködését, bizony a kerítés építés már a városüzemeltetéséhez maradt, az odáig a mobilkerítés volt védte a gyerekeket, azt követően pedig a kerítés elkészültét követően sikerült meg közvilágítási oszlopokat elhelyeztetni, ami a Petőfi utcát világítja meg, illetve reflektorokat szereltettünk a lámpatestekre, ami pedig a másik oldalon lévő játszóteret világítja. A sarokhoz, a Petőfi utca kanyarulatában pedig arra az oszlopra sikerült feltenni egy másmilyen típusú kamerát, ami figyelemmel követi a játszó téren a gyerekek tevékenységét. Ameddig sikerült ebben az évben eljutnunk, oda az, hogy a játszótér előtti parkolót sikerült megvalósítani, illetve még hátra van a átereszt lefedése, ami sajnos a közútkezelőnek a tulajdonosi hozzájárulása nem érkezett meg, illetve most már hiába is érkezik, hiszen téli üzemeltetés van a közútnál, ami azt jelenti, hogy március 15-ig nem végezhető munka. Az alapvető elképzelésünk az, hogy a főútról megközelíthető parkoló helyeket fogunk kialakítani, illetve kikerülnek hamarosan azok a ivóvíz, meg kézmosás, vagy gyerekmosás, vagy cipőmosási lehetőség. Természetesen ez jelen esetben nem fog működni, hiszen számítva arra, hogy hidegek következnek, nehogy szétfagyjon. Én azt hiszem, hogy számos visszajelzés, csak pozitív dolgok jöttek vissza. Egyéb településekről is halljuk, hogy ide jönnek nem csak megnézni, hanem játszani is, akár képesek Sajóládról vagy Felsőzsolcáról is átbiciklizni. Nyilván egy fél óra, háromnegyed órát itt töltve mennek tovább. Én úgy gondolom, hogy a testület ez esetben egy olyan játszótérre adta felhatalmazást, illetve olyan játszóteret sikerült megvalósítanunk, ahol nem csak a legkisebb korosztályú gyerekek, hanem a végig a növekvő sorrendben, vagy a életkornak megfelelő játékokat sikerült elhelyeznünk. Én mindenkit arra kérek, hogy vigyázzunk rá, abban az esetben, hogyha bármiféle rongálást tapasztalnak, akkor kérem, hogy jelezzék. Bízunk benne, hogy hosszú időn keresztül szolgálja a gyerekek és a szüleiknek a lehetőséget arra, hogy kikapcsolódjanak, főleg ebben a számítógépes világban, hogy a szabad levegőn töltsék az idejüket. A következő, ami szintén befolyásolja az itt lakókat, a környezet maga, és nyilván több minden csatlakozik hozzá, ez a temető, amikor is a temető kerítését kezdtük el felújítani, és a képviselőtestület döntése alapján ugye a második felét már vállalkozás építette meg, szépen a végére jutottak. Egy egységes, szintén nem akarok, de valóban csak jókat hallok ezzel kapcsolatban vissza, hogy egy olyan méltó kerítéssel sikerült körbevenni a temetőnket, amivel mindenki meg van elégedve. Nyilván, hogy a kivitelezések során mindig akarnak problémák, de hát a menet közbeni problémákat tulajdonképpen sikerül megoldani, hogyha még most se értünk a végére, ez nem azt jelenti, hogy ez a kész állapot, leginkább a minden szentekre igyekeztünk olyan helyzetet teremteni, hogy az elfogadható legyen. A Rózsa utcát egy kicsit megszélesítve, a földet visszaszedve,
zúzott követ raktunk, kavicsot raktunk le, hogy a parkolás azon a ott, ahol lehetőség van rá, tehát annyira kiszélesedik ez a hely, hogy ott járművekkel meg lehessen állni. Én nem is hallottam semmi rossz véleményt. Nyilván ilyenkor sokan vannak, de gondolom mindenkinek sikerült megállnia, hiszen nem panaszkodott semmi, senki. Hasonló, ha már parkolásról van szó, akkor a orvosi rendelő mögötti parkoló alakuló félben van, remélhetőleg hamarosan kész, aki arra járt, szintén látja. Régi problémát sikerül ezzel megoldanunk. Talán egy kicsit túl is nyújtózkodtunk, mert hogy a munkálatok közben derül ki, hogy a mentőbe be kell cipelni a beteget, és csak az úton tud megállni. Ezért haladtunk a lejárat felé a térkövezéssel, oly módon, hogy ott a mentőnek fogunk kijelölni a helyet, hogyha bárkit el kell vinni, akkor lehető legközelebb tudjon megállni, illetve két mozgáskorlátozotti hely kerül majd fölfestésre, valamint a lehetőség a parkolásra. Ahogy aki arra jár, látja, hogy a szegélykő mögött egy vízelvezető csatorna lett lefektetve, ebbe fog belefolyni reményeink szerint a csapadékvíz, és ez kerül elvezetésre, ülepítésre. Itt is a városüzemeltetés állt helyt, hiszen régóta érkezik a jelzés, hogy ott a parkoló területén mindig megáll a víz. Reméljük, ezt követően nem fog, illetve tovább dolgozunk annak az elhárításán, hogy ott vízbe kelljen járkálni. Nagy a járművek növekedésével, hiszen ahogy említettem, 1475 jármű után fizetnek gépjármű adót, ami mutatja azt, hogy nagy az igény a utak jó állapotára, hiszen javarészt már mindenki autóval közlekedik, így hát elvárható, joggal elvárható volna, hogy legyenek rendben az útjaink. Azt hiszem, hogy mindannyian ebből indultunk ki, amikor a elmúlt illetve 2018-as költségvetésbe beletettük a 84 millió forint értékű útfelújítást, igaz, ebben benne volt a Bajcsy-Zsilinszky utca is, de ez a mennyiségű út, amit az idén sikerült felújítani, én azt hiszem, hogy mindenki megelégedését szolgálja, lehetővé teszi azt, hogy a járművekkel nyugodtan tudjunk közlekedni. Az utak szélességével nem tudunk mit kezdeni, hiszen bitumenezhetnénk szélesebbre, de azoknak nincs alapja, ami azt jelenti, hogy egy-kettőre tönkre menne. Úgy gondolom, hogy egy kicsit lassabban haladunk és udvariasak vagyunk, akkor nyugodtan el tudunk férni ezeken a utakon. Még ami elkészült terv, az a Tanács utcára vonatkozik. Szeretnénk rendbeszedni, hogyha lehetőségeink vannak rá, már pedig remélhetőleg lesznek, a Tanács utcát, hiszen ez egy elég forgalmas személyek által használt utca is, ami azt jelenti, hogy járdát kiépítenénk, egy szélesebb járdát, ami folyhatna a gyalogos forgalom, illetve lehetővé tennénk a másik felének a lefedésével és csapadékvíz elvezetésével, hogy akár oda járművek le tudjanak állni, illetve a lakások megközelíthetőek legyenek. Tehát mindebből látható, hogy önkormányzatunk nagy gondot fordít arra, hogy az alsó zsolcaiak jól érezzék magukat a településükön. Próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy büszkén vallják azt, hogy alsózsolciak, és hogy többé-kevésbé minden az alapvető szolgáltatások, illetve feltételek biztosítottak. A következő a hulladékkezelés, amivel küzdünk, hiszen a település egy részénél nem ivódott beléjük, hogy a hulladékot a hulladékgyűjtőbe kell belerakni, amit a teherautó majd kijelölt napon elszállít, hanem bizony nagyon, hát hiszen látni ugye, hogy főleg szeles időben, amikor tapasztalhatjuk azt, hogy hozza, viszi a műanyag zsákokat, zacskókat a szél. Ennek megszüntetése érdekében komplex telep program keretén belül szerveztünk egy személygyűjtési akciót, amikor is a résztvevők jutalmat is kaptak az ott lévők, illetve összeszedték a szemetet, konténerbe raktuk és elszállították. Továbbra is nagy feladat településünkön, bár itt is a közfoglalkoztatottnak van szerepe, akik minden nap végigűrítik, hétköznapokon végigűrítik a buszmegállókban lévő hulladékgyűjtőket, illetve összeszedik
a szemetet. Nagy probléma még a gyerekek esetében a uzsonnára kapott élelmiszer, amit kilépve vagy eldobnak, vagy megeszik, és a papírját dobják el. Nem tudom, hogyan ér volna elérhető az, hogy erre ne kerüljön sor. Természetesen mindezt napról napra összeszedik a közfoglalkoztatottak. A hulladékudvarban a szolgáltatónak Alsó-Olcán nincs a hulladékszállítása a probléma, ugye rendszeresen a megadott időben jön a hulladékszállító teherautó, és el is viszi azt. Mindenki tudja, hogy mikor mit kell kitenni, illetve tudjuk azt is, hogy az üveget is elszállítják hónap első hétfőjén, hogy a kihelyezése kerül. Arra szolgáló, gyűjtésre szóló zsákot lehet az önkormányzatnál igényelni, illetve a hulladék szállítóknál is. Ebben az esetben, amikor elviszik, akkor cserezsákot hagynak ott. A hulladékudvar Miskolcon adott, óriási lehetőség, hogy nem kell hosszú távot megtenni, hanem ott a hulladékunkat le tudjuk adni. Ivóvíz terén végrehajtotta a Borsod víz a svájci projekt keretén belül a azbest szement csövek kiváltásának egy részét. Sajnos országos jelenség, hogy a 70-es években, amikor országos szinten sorra került a ivóvíz szolgáltatásnak a megteremtése, akkor mindenhol ilyen azbest csövet raktak le. Reményeink szerint valami pályázat előbb-utóbb hátha nyílik annak érdekében, hogy tovább folytatódjék, hiszen körülbelül az egyharmadát tudták ebből az összegből kicserélni oly módon, hogy a műanyag csövet belehúzták azbest szementes csőbe. Valóban, és továbbra is ugye fönnáll annak a problémája, hogy ezeken a csöveken keresztül nagy a vízveszteség, ugyan csökken, de még mindig jelentős Alsó-Zsolcán egy-egy szivárgás vagy repedés a csövön, aminek révén folyik ki a víz, és idővel jelentkezik valamiféle süllyedés formájában, illetve a vízügyesek látják, hogy milyen mennyiségű ivóvizet vesznek, és milyen mennyiségű ivóvizet tudnak kiszámlázni a lakosság felé, amit a órák alapján tesznek meg. Hasonlóképpen elégedettek lehetünk a szennyvízkezeléssel, igaz, természetesen vannak problémák, az utóbb felmerült probléma az a Kossuth utca felüljárón túli részénél, ahol is a vezeték alatt vagy vezeték területe süllyedhetett meg. Ugye a képviselő testületünk ezt tette a következő évi gördülőfejlesztési tervbe, és a Borsod víz fogja elhárítani, illetve kibontani ezt a csövet, föltölteni azt a részt, ahol megsüllyed. Több helyen lehet ilyet tapasztalni, természetesen, és elég hosszú szakaszon, ahogy forrás lehetővé teszi, próbáljuk ezeket javítani. Csapadékvíz elvezetése tekintetében nem csak a kisvárosi jelleget adná meg a főutcának, hanem kihasználhatóságot is jelent ez a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés, amivel kapcsolatban a képviselő testületünk először tanulmányt kapott, aztán később döntött a lehetőségeknek megfelelően, hogy a település központi részét 800-900 méteren kérte fel a tervezőket, hogy egy kiviteli tervet készítsenek zárt rendszerű csapadékvíz elvezetésére. Ahogy talán lehet látni a képeken, ennek révén a vízelvezető árkok lefedése kerülhetnek, ezek alapján szélesedhet meg a járda szakasz, illetve a kerítésektől az út széléig, ami lehetővé teheti, főleg a központi részen kívül a kerékpáros, illetve a gyalogos forgalmat egyaránt. Illetve ezáltal nyílik meg a lehetőség azt, hogy akár faültetésben, fasor elhelyezésben, vagy bármiben tudjunk gondolkodni, ahogy a tervezők elmondták, ez az első lépés mindenképpen abba az irányba, hogyha fejlődni vagy fejleszteni akarnánk. Többször volt erre próbálkozás, én legalábbis kettőre emlékszem, amikor kidolgozásra került a zárt rendszerű elvezetés, azóta csak emelkednek az árak, akkor is elborzasztó összegbe került, de talán remélhetőleg egyszer, ha sikerül megcsinálnunk, az emeli a településünk fényét is. Ez úgy valósulna meg, hogy az út szélére szegélykövet helyeznek el, illetve van olyan megoldás, hogy a szegélykövet váltva építik ki a vízelnyelőt. Én bízom benne, hogy azokat az aknákat, amik ilyenkor szoktak jelentkezni, és a járműveknek lehetővé teszi, hogy a kereke
rámenjen, sikerül majd úgy elhelyezni, illetve arra törekszünk, hogy, hogy lehetőleg középre kerüljenek, ne a járművek nyomvonalába. Azok a vízjelentkezési vízes problémák, amik ezen kívül jelentkeznek, például a lévai lakótelepen, ott van főleg egy hely, ahol megszokott állni a víz. Azt próbálta a városüzemeltetésünk megoldani egy ilyen vízelvezető csatornával, amire panaszkodtak a ott lakók, hogy főleg a kerékpárosoknak okozhat problémát. Hogyha megpróbálsz odalépni, ez nem az, ez a... Igen, itt a lévai lakótelep, aztán az első kép az a csatorna, amit először kiépítettünk, tehát ez egy ilyen íves vájúféle, majd ezt követően a jelzések alapján került sor, hasonlóan, mint a orvosi rendelő melletti parkolónál, egy ilyen rácsos vízelvezető csatornára. Nyilván, hogy ezek jóval költségesebbek, de hasonlóképpen ezt is egyszer kell megtenni, és remélhetőleg a csapadékvizet levezető ott nem fog megállni a későbbiekben. Illetve, ahogy lehetett látni még a Kossuth út, Macskapart, vagy hogy nevezik azt a részét, amikor is a járda mellett megvan oldva a csapadékvízelvezetés, de valami révén ott sérült az út, és ezáltal az a csapadék visszafordult a lakók felé, a udvarok felé, oda vezetődött le. Azt sikerült még ezzel a vájós megoldással átvezetni az úton, illetve a vízelnyelő árok irányába. Látható még, hogy bárhol, ahol probléma jelentkezik, a városüzemeltetés igyekszik megoldani, hiszen akár ott a Kassai út sarkán, amikor is be volt már nagyon ívelődve a csatorna födél, balesetek elkerülése érdekében változtatnak rajta. A zöld terület gazdálkodásával kapcsolatban mindenki láthatta, tapasztalhatta, hogy milyen mértékű virágosítást sikerült elindítani. Én azt hiszem, hogy mindenkinek a megelégedésére, meg jó szemmel nézték, hiszen kellemesebb környezetet sikerült teremteni ezáltal. Itt is nagy mértékben hozzájárulnak a közfoglalkoztatottak, hiszen ezeknek a rendbetartása, locsolása, öntözése, mindennapi karbantartása ugye azért jelentős feladatot ró. A következő a temető melletti tér kialakítása, ez is már egy régen fölmerült probléma, amikor is ez idáig a ott keresztül menő 22 kilovattos vezeték miatt nem volt célszerű, illetve nem került sor, aztán sikerült a áramszolgáltatóval megállapodni, hogy tegyék le ezeket a vezetékeket a föld alá, tehát ilyen földkábel megoldást alkalmazzanak. Illetve ami a Tanácsút mellett volt trafóház, azt egy modernebbet, újabbat áttettek, illetve építettek, vagy létesítettek a temető sarkánál. Így teljesen sikerült kipucolni a teret, semmiféle, a levegőben semmiféle villanyvezeték nem megy. Azt követte természetesen az elképzelés alapján, amit a testület jóváhagyott, a parknak a kijelölése, aztán nyilván az előkészítő munkák, a földmunkák, az alapozás, elkészült a támfal, végül elkészült a folyamatban a támfalnak a burkolása, illetve hogy lehet tapasztalni, látni a növényesítés, ami természetesen a következő esztendőben tavasszal, reményeink szerint tavasszal fog nagyszerű képet mutatni. Megelégedésünkre természetesen ennek sincs vége, hiszen a utcabútorok még hátra vannak, 4 kandellábár tervezünk, illetve padok letételét, ami lehetővé teszi, hogy olykor-olykor megállva emberek szót váltsanak, vagy megpihenjenek. A zöld terület, meg karbantartani való, meg fűnyírás, a helytörténeti udvar, szintén ahol sikerült egy nyitott kiállító teret létrehozni, a már korábban megépített kemence, illetve a büszkeség pont, ami a helytörténeti gyűjtemény épületében van, sikerült, hiszen onnan a büszkeségpont miatt is kikerültek eszközök, és gondoltuk, hogy ezzel sikerül megvédeni, bár nem előről jön az ellen, hanem hátulról, hiszen az iskolából a kerítést fölemelve a gyerekek szívesen látogatják, és nincs biztonsága, sőt, még a tetejét is igénybe veszik a közlekedésre, de igyekszünk meggátolni ezt is.
A következő helyi közlekedés szervezésével kapcsolatos régebben indult a gyalogátkelőhelyek kiépítése, nem csak a gépjármű forgalom növekvő száma miatt, vagy emelkedése miatt, hanem természetesen a lakosok biztonságos közlekedése érdekében kerültek a buszmegállókhoz gyalogátkelőhelyek kiépítése. Ennek két feltétele van, egyik a rávezető szakasz, ugye, ami miatt keletkezett is probléma, hiszen ha nem tudjuk, hogy az útra újabb bitumen réteget húznak, vagy fölmarják, mint hogy Felső-Zsolcán is tapasztalható volt, és szinte ugyanaz a magasságú felületet képzik, hiszen a rávezető szakasznak azzal kell egy magasságban lenni, tehát mindenképpen jó, hogy így történt, vagy először volt az útfelújítás, és utána építették a hozzá, vagy a rávezető szakaszt, illetve a telvíz részéről került kialakítása, a gyalog átkelőhelyek megvilágítása. Néha úgy tűnhet, hogy hülyeség, mint a Fekete István utca sarkánál, mert ott a sarkon van egy lámpatest, ami magát a gyalog átkelőhelyet világítja meg, de ezek a világítások ugye az előtte, mindig az előtte lévő részt világítják meg, illetve a Fekete István utcán a képviselő testület döntése alapján kiépül majd egy okoszzebra, ez is hasonlóan ugye majd feltehetően a március következő évben kerül rá sor, kiépül egy okoszzebra, ami tulajdonképpen a útfelületbe épített jelzők, ilyen prizmás jelzők, jelzések alapján, amik a villogva hívják föl a gépjármű vezető figyelmét, arra, hogyha a látóterében ezt egy kamera figyeli, hogy van-e a zebra környékén olyan személy, aki át akar menni, megközelíti-e, és amennyiben olyan van, akkor ez a villogásával fölhívja a gépjármű vezető figyelmét, hogy óvatosabban közelítse meg, illetve úgy néz ki, hogy előírás a közút részéről, hogy ez a világítás, ami a tervben szerepelt, nem elég, hanem a rávezető részeket is meg kell világítani. Ez egy újdonság, meg még küzdünk vele, de félő, hogy nem sikerül kikerülni. Tehát még lámpát kell elhelyezni, hogy a rávezető rész is meg legyen világítva. A többi helyeken is próbálunk eleget tenni. Egyelőre csak a gyalogátkelő helyet kijelző táblák kerültek kihelyezésre. Keressük azokat a lehetőséget, ami jobban fölhívja a gépjármű vezetők figyelmét. Bízhatunk benne, hogy előbb-utóbb megszokják, bár ma még elég kacifántos a gyalogos átkelése, mert úgy szokott történni, a gyalogos megvárja, amíg elmennek az autók, és utána átmegy, pedig hát fordítva kellene történnie. Ha már gyalogátkelő helyek, akkor az utolsó gyalogátkelő hely a utolsó buszmegállónál van. Szeretnénk egy forgalomterelő szigetet megépíteni, ugye óriási a veszély, a lát felől érkező gépjárművezetők elég nagy sebességben közelítik meg a települést, még akkor is, hogyha a település határát jelző táblánál leveszik a gázról a lábukat, akkor is elég nagy sebességgel közelítik meg Alsó-Zsolcát, illetve a kezdeti szakaszt, aminek az a veszélye, hogy a játszótér a másik oldalon van, és a tanyából átszaladó vagy átfutó gyerekek mindig folyamatosan baleset forrást jelenthetnek, illetve sajnos a kóbor kutyák is hasonló, hogy a jármű vezető utólag már hiába jajveszékelne, hogyha ezzel a nagy sebességgel elkapna valakit. Tehát a tervet elkészítették a tervezőiroda erre a forgalomlassító szigetre. A előzetes becsült költsége elég magas, tehát ez mindenféleképpen mérlegelés tárgyát fogja képezni, hogy képesek leszünk-e megvalósítani. De mindenféleképpen szeretnénk, hiszen magában hordozza a lehetőségét a baleset, és tudjuk, hogy mivel jár egy ilyen baleset mindannyian. Folyik még a tervezők által, buszmegállókat szeretnénk ezzel a K-szegéllyel, ami ez a hullámos felvezetéssel megoldani, hogy itt a kóppal szemben lévő, tehát ahova sok a panasz, hogy természetesen mindig kijárják, és csapadékos időben a gödrökbe víz kerül, hogy ezt kellene megoldani, meg a Beke ABC után lévő buszmegállót szintén, hogy száraz talajra meg biztonságosan tudjanak lelépni a busz utasai a megállóra, kiépített peronra. Elhárult az akadálya, ugyan nem peronnak épül, a Lévai utcán lévő buszmegállónál is az a rávezető szakasz,
nem peronnak, hanem járdának épül, de természetesen mindenképpen érdemes, hogyha adja a lehetőség, hogy a busz olyan közel tudjon állni, amilyen közel csak lehet, ezáltal akár a csuklós busz hátsó ajtaján is le tudnak szállni a szilárd talajra. Ugye itt is hasonlóan a kivitelezés során voltak problémák. Én köszönöm azoknak, akik fölhívják a figyelmünket, bár lehetne finomabban is tenni, de mindenféleképpen csak a jobbítás szándéka, ami bennünket is vezérel. Legutóbbi információnk szerint, ugye amire nem gondol az ember, mert lent a részét, a földön lévő részét már 50-szer végignéztük, és úgy gondoltuk, hogy minden rendben. Hívja fel a figyelmet a lakótelepen egy néni, hogy odafönn van egy faág, ami miatt a buszos nem szívesen húzódik le, mert hogy karcolja a buszt. Tehát remélhetőleg azt is sikerül elhárítani. Illetve a többen kérdezték, hogy a busz megálló mögötti területen, abban a kis ligetes erdős részben vannak olyan fák, amik esetleg veszélyeztetik arra közlekedőket. Ez magánkézben van, ahogy én tudom, zajlik annak a megvalósítása, hogy egy ember vegye a kezébe, és elindítsák az erdő művelést, szabályszerűen, engedéllyel történjen, ezek azért már elég öreg fák, akkor lehet kivágni, hogyha erre engedélyt kapnak. Egyébként pedig a történtekért az a 30-40 tulajdonos felelős, akinek a közös osztatlan tulajdonában van ez az erdő. Tehát elég nehéz így haladni. De remélhetőleg erre is pont kerül a végére. Még annyit hadd mondjak el az energiával kapcsolatban, hogy talán köztudott és nem is a testületnek, inkább a nézők felé ismételgeti az ember, hogy településünk önkormányzati épületek tekintetében nyert pályázatot energiakorszerűsítésről szól, aminek keretében a sportcsarnok és a polgármesteri hivatal kap egy földhő által biztosított fűtési rendszert, illetve nyílászárókat cserélnek, illetve napkollektorokat helyeznek fel az épület tetejére, ami biztosítja a szivattyúknak a működését, ami azt jelenti, hogy a jelentős fűtés megtakarítást kellene eredményezni. Bízunk benne, hogy ez így is fog történni. Ezen kívül még a harmadik körben nyújtottunk be, lehetőségünk volt energiapályázatot, ahol a két óvodát és a gondozás, illetve a közösségi háznak a felújítása történne meg ilyen módon, hogy a közösségi ház esetében is ugye hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, napelemek kerülnének elhelyezésre. Tehát bízunk benne, mert jó sok épületünk van, mert hogy tudtunk mire pályázni, remélhetőleg egyszer kedvezhet nekünk a szerencsés, hát ha elfogadják, ezáltal megújulhat az is. Én ennyit szerettem volna elmondani. A tájékoztatót tárgyalta a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság. Elnök asszonyt kérem meg a állásfoglalás ismertetésére. A Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta, amilyen alaposan beszámolom, meg amilyen alapos volt most az előterjesztés. Mi is olyan időben is, mint tartalmában is olyan hosszan próbálkoztunk az adódó problémára tett javaslatok megbeszélésével. Azért az a véleményünk, hogy ez a környezet tisztasága, hulladék kezelése, ez erősen a település lakosságának a feladata is. Tehát itt hiába próbál egy önkormányzat sok mindent megtenni pályázatokkal, kezdeményezésekkel, akkor, amikor a lakosság egy része nem hajlandó tenni maga körül. Úgyhogy én arra kérnék mindenkit, akit ez érint, senkinek nem mindegy, hogy szép, tiszta környezetben éle, ahol nincs szemét, nincs kóborkutya, illetve patkány. Bocsánat, hogy ezt így kimondom, de sajnos beszélni kell róla. Ezt teljesen megszüntetni az irtások nélkül, illetve a befogások nélkül nem lehet, de azzal, hogy tisztaságot tartunk magunk körül, azzal igenis nagyon-nagyon sokat tehetünk azért, hogy a településünkben élhető legyen a környezet, és minden területén, minden pontján élhető legyen a környezet.
Sokat beszéltünk arról, hogy milyen módon lehetne azokat a remitens lakosokat, családokat, ahol bizony tudjuk, hogy nem, nekik mindegy, hogy milyen körülmények között élnek, a kisebbségi önkormányzat két jelenlévő vezető helyettesével, illetve tagjával, ők is tettek javaslatot. Én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz ez a téma. Harcolunk, pedig mindenkinek önmagának kellene, illetve a családjának kellene tisztaságot és rendet tartani. Úgyhogy sok időt elvettünk ezzel. Hát reméljük, hogy majd talán valamicskét a meglévő kezdeményezésekhez, meg tevékenységekhez, talán hát, ha valamit sikerül majd változtatni, és talán ebben is egy kicsit előre fogunk lépni. A bizottság, mint mondtam, megtárgyalta az anyagot, és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Én is szeretnék még annyit ezekben a beruházásokkal kapcsolatosan, meg ez a nagyon szép összefoglalóval kapcsolatosan, hogy én kéréssel szeretném fordulni az önkormányzathoz és a képviselőtestülethez, hogyha meg tudnánk-e vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az orvosi rendelő mellett egy fedett, zárható, dolgozói kerékpártároló kialakítását a jövőben, ha természetesen az anyagi helyzetünk is úgy engedné, hogy ezt esetleg meg tudnánk-e vizsgálni, hogy a dolgozóink, aki zömébe kerékpárral járnak, hogy egy biztonságos helyen tudnák letenni a kerékpárjukat, hogyha lenne erre lehetőség a jövőben. Köszönöm szépen. Természetesen a beruházásaink során törekedtünk arra, hogy azokat az anyagokat, amiket mi magunk tudunk adni, amit kedvezőbben be tudunk szerezni, azt mi adjuk. A kivitelezések jelentős része arról szólt, hogy a munkaerőt kaptuk csak, az anyagot mi adtuk. Ami azért volt problémás, ugye, mert hogy a város üzemeltetésünk létszáma annyi amennyi, hogy minden esetben ellássuk őket anyagokkal, az elég bonyolult feladat volt, meg nehézkes. Ami azért mondom, mert hogy ez idáig nem is nagyon volt rá érkezés, most, hogy levonultak mindenhol a munkahelyről, a maradék rendezési feladat újra a városüzemeltetésre hárul, hogyha ezt elvégzik, akkor természetesen erre a dologra én bízom, mert a településünknek nem jelent problémát egy ilyen kerékpártal. Még egy szóra, talán kihagytam a parkolást követően, említettem a temető belsejét, ugye, ott inkább arra az emlékfalra hívnám föl a figyelmet, ami már elkészült ugyan, de sikerül szabályoznunk azt, hogy oda táblákat milyen módon vagy hogy lehet majd elhelyezni, illetve szeretném fölhívni a figyelmet az új urnafalra, ami szintén elkészült, a városüzemeltetésünk burkolta körbe, illetve az utak pedig magukért beszélnek, ami rengeteg dicséretet vagy jó szót eredményez a településünk felé, hiszen azok, akik ide látogattak, nem helyi lakosok, azok is csodálattal nézték, hogy mennyire rendben van a temetőnk, illetve hát tulajdonképpen itt is a közfoglalkoztatottakat vettük igénybe, amikor a temető karbantartásáról, fűnyírásról van szó. Tisztelettel azok irányában, akik Alsó Zsolcán nyugszanak, akik építették, tolták a település szekerét annak érdekében, hogy előre haladjon, én úgy gondolom, hogy messze menőkig megérdemlik ezeket a beruházásokat. Köszönöm szépen, kérdezem, van-e még valakinek? Parancsoljon, képviselő. Hulladék gazdálkodással kapcsolatosan egy felvetés, illetve érdeklődöm, hogy van-e valami információ arról, hogy a számlázás. Ugye mindenki tudja, hogy Alsó-Zsolca sem, mint az ország sok települése, az idén még nem kapott lakossági szemétszállítási számlát, illetve év elején, de az még a tavalyi utolsó számla volt. És hát ugye persze a lakosság egyrészt örül ennek, hogy most nem kell fizetnünk, de biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb megérkezik a számla, és ez elég gondot okoz majd akkor, amikor egy összegbe kell esetleg kifizetni, hogy van erről egyáltalán valami információ. És a zöld hulladék szállítással kapcsolatosan ugye azt tudjuk, hogy az csak időszakos, tehát lassan befejeződik, nem tudom pontosan fejből, hogy mikor van az utolsó szállítás a téli időszakra.
de azért a jövőre vonatkozó, Ani már korábban is említettem azt, hogy én nagyon lehangoló látványnak tartom azt, amikor valaki otthon az udvarán összetakarít, és akkor egy héttel előtte kirak 15-20 zsák szemetet az út szélére, hát elég csúnya látvány gyújt. Tehát én megkérem a lakosságot, meg szerintem polgármester úr is, és a testület is támogat ebben, hogy ne rakjuk ki az utcára, majd csak akkor rakjuk ki, előző este vagy aznap, amikor a szállítás zajlik, próbáljuk ezt benne a portánkon belül tárolni, hiszen ez eléggé csúnya látvány. És hát az erdőgazdálkodással kapcsolatosan, meg amit itt képviselő asszony is mondott, hogy bizony sok embernek a fejébe kellene rendet tenni, meg hogy nincs, tehát nem fordít kellő gondot a környezetére. Én nagyon nagy problémának tartom azt is, amikor a lakótelepnél a busz megálló háta mögé hordják kiskocsikkal a szemetet. Az erdőgazdálkodás az akkor erdőgazdálkodás, amikor lehull az ott lévő fákról a levél, és az majd természetes útján elforlad el, tehát átalakul komposztá, és nem az, amikor ott a környező lakóházakból kocsi, kiskocsi számra hordják ki a szemetet. Ugyanez van a József Attila utcán, meg sorolhatnám minden utcán. Tehát itt is kérem és kérjük, hogy ne vigyük oda a szemetet. Aki nem tudja a zöld hulladékot berakni zsákokba, az beviheti a hulladékudvarba, ahogyan erről is tájékoztatott polgármester úr. Tudom, vannak emberek, akik azt nem szeretik, ha a portájukon egy fűszál kicsit felvében áll, mint kell, de az meg nem számít, hogy másnak a területére kihordom zsákszámra, meg kocsi számra a szemetet. Úgyhogy én kérem, hogy ezt ne tegyük, mert ezzel sem a környezetünk állapotát javítjuk. Úgyhogy talán ennyi, amit köszönöm szépen. A mezőőröket veszük igénybe, hogy felderítsék a illegális hulladéklerakásokat, illetve szemét, szigeteket. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy kiderítsük, hogy esetleg ki vihette oda, kamerafelvétel vagy árulkodó nyom alapján. Azért nyilvánvalóan vált, hogy ezek a kamerák mai világon már azért régieknek szállítanak, ezek a térfigyelő kamerák, meg a mozgásuk révén nem minden esetben tudnak értékelhető képet adni éjszaka, különösen nem, hogyha a sötét van. Ennek is a átdolgozása a folyamatban van. Szeretnénk olyan kamerákat, meg olyan megvilágításos területeket teremteni, ahol ezek a kamerák értékelhető felvételt adnak. Valóban úgy van a szemét zöld hulladék kihelyezésével, hogy hiszen a közszolgáltató azért szüntette meg a lomtalanítást, hogy egy időben történjen, hogy ne legyen az a szemét széttúrás, vagy hulladék széttúrás, ami ne legyenek olyan állapotok, amik akkor lettek. Így van, hogy tulajdonképpen, hogyha aznap reggel rakja ki, az a legcélszerűbb, hiszen hogyha bármi történik a területe, a kapuja előtt azzal a zöld hulladékkal, akkor neki okoz problémát, hogyha azt valaki megrongálja. Parancsolja akkor be, Istenem. A hulladékkal kapcsolatosan, ami még nagyon fölháborító, úgy gondolom, és valamennyiünket érint, az égetés, ami ősszel is, végül is minden elszállítható innen, de ha valaki égetni szeretne, akkor miért nem bár legalább egy hetet, hogy megszáradna azt, amit égetni akar. És ha égetni akar, akkor délben 12-kor kell begyújtani, mert akkor fölfele száll, ha szél nem fúj, minden esetben a füst, és nincs az, hogy most is több alkalommal az egész Zsolta területét beborította a füst. Este gyújtja be, mikor már nem nagyon látják, hogy ég a szemete, ablakot nem lehet nyitni, még egyszerűen közlekedni sem nagyon lehet, mert az ember full meg, különösen aki egy kicsit allergiás, az a nagyon nedves és büdös mindenfajta nejlonnal megterhelt csomóba, mikor alányít. Én úgy gondolom, hogy eddig nem nagyon csináltunk ezért följelentéseket, de el kell kezdeni azért, mert az emberek úgy látszik, hogy nem hajlandók változtatni szokásaikon, annak ellenére, hogy véleményem szerint Alsó Zsoltán minden feltétel adott ahhoz, hogy saját portájáról szelektíve és olyan módon szállítsa el a szemetet.
Én úgy tudom, hogy a lomtalanítás ilyen jellegű átszervezése, ami megtörtént, hogy beszól valaki és elviszi, még arra az esetre is vonatkozik, hogyha valakinek olyan mennyiségű anyaga halmozódik fel, hogy nem tud vele mit kezdeni, vagy kipakolni nem tudja, akkor is meg lehet beszélni a szállítókkal, és oda célirányosan ki fognak menni. Én azt gondolom, hogy most elég sokat fordítottunk arra, hogy a szemétszedés a település határaiból is megtörténjen, és környezetéből nagyon sok területről föl van már szedve, el van tüntetve, de Alsó-Zsolca mind a két végén hatalmas szemétmennyiség van felhalmozva, mert a Sajópartra levitt szemetek egy részébe nem csak a hulladék van, abban minden belekerül, amit a takarításkor elvégez. A másik oldalon megint ott van szervezett szemétszállítók, akik pár forintért a másikét leviszik, mert azt mondják, hogy következő hétig nem bírja ki a kukába, ha van kuka, mert sajnos az a gond, hogy nincs is kuka. De ezt a fajta szemétmennyiséget, én Alsó-Zsolcán 84-től vagyok. Onnantól kezdve, mivel járom a települést és a munkám is úgy hozta, hogy kénytelen voltam menni és nézni és látni, én úgy gondolom, hogy azóta Alsó-Zsolca 40-50 millió forint körül beleölt a szemétnek az ilyenlegű elhordásába és feltakarításába. Én emlékszem olyan időszakra, még az embereket is meg tudom nevezni, mikor az ifák volt, hogy egy időszakban 40 ifával vittünk el, arra 3 köbméter szemét ment föl. Hány alkalommal kitettünk már konténert, hány alkalommal szerveztük a szállításokat. Egy konténer nem 2 forint. Most is, ami nekünk a rendes feltakarítást, amit nagyjából felbecsültünk, hogy mennyi lehet, alsó hangon is egy 3 millió forintot rá kell majd arra szállni tavasszal, hogy ha igazán rendet akarom ma körül teremteni, hogy azok eltűnjenek, amik ott vannak. Úgy gondolom, hogy itt az ideje abba, hogy lépjünk egy picit határozottabban, és felelősségre vonni azokat az embereket, akik nem hajlandók ezt megtenni. Mert a másik oldalról, aki szemetel is, az jön meghamarabb, hogy nem tud mit kezdeni este a patkánytól. Menjek már este 9 és 10 óra között, hogy hemzsérnek és szaladgálnak körülötte. Kérem szépen, akkörül szaladgálnak, ahol megteremtjük a lehetőséget, hogy a patkány megtalálja a biztonságát, valamint az élelmét. Saját érdekében tudok olyanról, hogy a gyerek az óvodába bement, és nagyon fáradt volt, aludt, és megkérdezték, mi volt, azt mondta, hogy nem tudott aludni, mert éjszaka benszaladgált a patkány. De én tudok arról is, hogy a gyekben többször kezelnek olyan gyerekeket, nem Alsó-Zsolcáról hallottam, akiket éjszaka megrág a patkány, kisebb gyereket, meghal. Hát ezek nagyon furcsa dolgok, úgy gondolom, ha a századunkat és a technikai vívmányokat nézünk, valamint azokat a dolgokat, hogy a szemétszállításnak és a környezetnek ilyen szervezett működtetése folyik, és csupán a lustaságon múlik az, hogy emberek nem tesznek még magukét a legfontosabb dolgokat, de ugyanakkor a követeléssel mindig előállnak, hogy tegyünk rendet. Hogy lehet rendet tenni, ha körül nem tesz rendet? Én úgy gondolom, tavasszal erre vissza kell tenni a költségvetésünkbe, és arra rá kell tenni a pénzt, de a munkálatok, amik lementek, ez lezáródnak, és tavasszal mindenképpen tökéletesen rendbe kell tenni. A kamerák már fölvettek szerelve, folyamatosan folyik a kiépítése, és meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy megcsináljuk azt, ami tényleg egy elfogadható környezetet teremt számunkra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Parancsolj. Szeretnék ehhez hozzátenni, hogy összességében azt gondolom, a nyár folyamán, vagy tavasz volt már most pontosan, nem is tudom a helyi rendeletünknek a számát, a közösségi együttéléshez kapcsolódó, illetve azokkal kapcsolatos jogkövetkezményekről hoztunk egy rendeletet. Ennek a rendeletnek az alapján, hogy már itt elhangzott talán többször is, egyrészt bevonva a városüzemeltetési csoport dolgozóit, illetve a polgármesteri hivatal dolgozóit is, rendszeres ellenőrzéseket tartottunk a település valamennyi részén, illetve azokon a gócpontokon is, ahol egyre nehezebb a helyzet, hisz
azt is el szoktam mondani mindig, hogy hatósági eszközökkel emberek fejébe, emberek mentalitásán nem biztos, hogy tudunk változtatni, hisz ez egy alapvető igénynek kellene lenni, azt gondolom valamennyiünk számára és minden embertársunk részére, hogy olyan környezetbe éljünk, ami elfogadható, ahol tiszta, ahol rendezett, ahol nem szaporodnak el azok a problémák, hogy az eldobott hulladék miatt ugye kóborkutyák jelennek meg, illetve patkányok jelennek meg. Tegnap is voltak itt a kollégáim, mert hogy ugye mindig beszámolnak az elvégzett feladatokról. Én azt gondolom, hogy a nyár folyamán nagyon-nagyon sok olyan helyen sikerült pozitívumokat elérnünk, amik évek óta esetlegesen elhanyagolt állapotban lévő ingatlanok voltak. Leginkább azok jelentenek problémát, ahol nincsenek itt a tulajdonosok, vagy olyan tulajdonosok, ugye, akik megörökölték a lakást és messze laknak, illetve problémákat jelentenek még az eszközkezelő tulajdonában lévő házak is, ahol nem mindig olyan egyszerű, ugye, hogy már szóltam, jön az ügyfél, én is mondtam, hogy én szóltam, sőt, elküldtük a bejelentéseket is, hogy legyenek szívesek jönni és megcsinálni, de az eredmények azok nem mindig azonnal kézzelfoghatóak, de azért gondolom, hogy előbb-utóbb eredményeket tudunk elérni. Tegnap mondtam pontosan a kollégáimnak, hogy amit megcsinálunk, az általában kevésbé szokott látványos lenni, ahol probléma van, az jelentkezik, főleg ha az ember szomszédjába vagy a környezetébe jelentkezik ez a probléma. Én kérem az ügyfelektől is, amennyiben ilyen helyzet van, nyugodtan jelezzék ezeket, a magunk részéről azokat a szükséges intézkedéseket, ez általában úgy szokott történni, hogy először egy felszólítás, adunk egy kis határidőt, az esetek 90-95%-ában meg is oldódnak, ezek vonatkoznak a kertrendbetételre, a árok levágásra, az udvaron valamiféle rendezett állapotoknak a kialakítására. Vannak olyanok, akikkel azonban sajnos elég nehezen haladunk, de előbb-utóbb azt gondolom, hogy a végére fogunk érni. A másik ez a hulladék elszállítási történet. Az önkormányzat saját bevételi forrásainak a terhére, ha visszaemlékeztek évekkel ezelőtt, hogy a hulladék megfelelő elszállítását biztosítsák, mintegy 2 millió forint értékben megvásárolta a kék kukákat, mindenkinek a rendelkezésére bocsájtottuk, tehát már lassan egy ingatlanon 3 darab kuka van, sőt ugye a zöld hulladék, igen, zöld hulladék elszállítására, igen, tehát összességében én azt gondolom, amit a mi részünkről biztosítani kell, az mindenki részére adott, és mindenki részére adott lehetőség. Elhangzott ez is ugye, hogy azokon a gócpontokon, ahol szemét volt fölhalmozva, hál' Istennek ugye komplex teleprogramunk keretében sikerült én azt gondolom az ott élő lakosságnak a bevonásával egy elég jó kis akciót végrehajtani. Számomra is megdöbbentő, hogy amikor azt gondolnám, hogy minden telken kuka van, kiderül, hogy hát még sincs. Na aztán, hogy miért nincsenek kukák, ugye? Azért, mert elégette, elhagyta, ellopták, és egyéb indokok miatt. Végig ellenőriztük most az egész, mondhatom, azokon a gócpontokon leginkább a kukáknak a meglétét, és azokat az állampolgárainkat, akiknek nem volt kukája, azokat felszólítottuk. Az önkormányzat, akik csak azért nem vitték el, mert nem volt kedvük, amikor itt föl lehetett venni a sportcsarnoknál, kértünk tőlük egy meghatalmazást, hogy az önkormányzat közösen el tudja hozni, tehát az 10-12 emberről van jelen pillanatban szó, már ezt is megoldjuk, tehát csak legyen itt a kuka és bele tudja tenni. Tehát amit mi tudunk, én azt gondolom, hogy valamennyi dolgot megteszünk, le fogjuk ellenőrizni, ha nem vesz igénybe a közszolgáltatást, itt most már rövid határidőkön belül újra ellenőrizni fogjuk, azokkal sajnos a megfelelő jogkövetkezményeket alkalmazni fogjuk, tehát meg fogjuk őket büntetni. Nagyon nehéz feladat, és a 21. században nekünk ezt kell ellenőriznünk, hogy a adott lehetőség mellett embereknek a fejébe így tegyünk rendet, hogy a udvaron felhalmozódott szemetet az ne szétdobálja, hanem abba a kukába, abba a háromba, amit már biztosított neki az önkormányzat beletegye. Itt már én azt gondolom egyéb problémák vannak.
Nyilván azok a lakosok, akik igazán tisztaságban, meg rendben szeretnének élni, elég az, ha az környezetében egy-egy ilyen ingatlan van, ami elég rossz fényt vet a rendszerre, ezért meg is kapjuk, hogy van még mit tennünk, ezt el is ismerjük, van még mit tennünk, és csináljuk is a dolgainkat. A magam részéről azt gondolom, megint ugyanazt tudom elmondani, hogy a kollégáim végzik ezeket a feladatokat, de nem csak el kell mondanom, ez nem megnyugtató, hogy nem csak alsózsócai problémáról van szó. Polgármester úrral a múlt héten voltunk egy ilyen önkormányzati szövetséges megbeszélésen, ahol pontosan itt a polgármesterek vetették fel, hogy ezeknek az elhelyezett ingatlanoknak a rendszerétele valamennyi településen problémát okoz, mert hogy elvileg ezek egy magántulajdonban lévő ingatlanok, ugye, és az ingatlan tulajdonosának a feladata, nem a köznek a feladata, hogy ezeket rendbe tegye, bár itt ugye nekik az utalérése, a felszólítása, ez mind-mind olyan hosszadalmas eljárásokat igényel, és sajnos nem is vezet mindig eredményre. Probléma ez a patkány történet is. A patkánnyal kapcsolatban a jogszabály arról rendelkezik, hogy minden ingatlan tulajdonosnak saját magának kell írtani a kártevőket. Egy-két esetben próbáltunk már, mert ugye itt a hatásköröknek az átszervezése kapcsán sok-sok olyan hatáskört elvettek a polgármesteri hivataltól, illetve a jegyzőtől, amivel nem tudok eljárni. Ezekben az esetekben a szükséges hatóságokat, itt a tiszti orvosi szolgálatot szoktuk áttenni ezeket a értesítéseket, de nyilván itt már beszéltünk itt szakértővel, és jelen pillanatban pont itt is van a településen, próbálunk egy felmérést végezni, hogy hogyan tudnánk ebben valamilyen szinten a lakosság segítségére lenni. Nem egy egyszerű feladat. Tehát amíg az alapfeltételek nem biztosítottak, tehát nincs rend, ugyanezt szoktam elmondani, nincs rend, szét van dobálva minden, addig lehet írtani patkányt egy ideig, de mivel ő is azt mondta, mint szakember, hogy ezek vándorpatkányokról van szó. Tehát ezek jönnek, mennek, és óriási a szaporulata egy-egy patkánycsaládnak. Másrészt még egyet kérnék a lakosság részéről, hogy ha látja, és konkrétan tudja, akkor nem kell itt név szerint, hogy jelentse be, legyen kedves, mert csak úgy tudunk eljárni. Köztisztasági szabálysértés esetében a jegyzőnek nincs hatásköre, én csak azt tudom csinálni, hogy a bejelentést továbbítom a járási hivatal részére. Ugyanezt tudom elmondani ezzel a égetéses tevékenység okozta bűzterheléssel járó bejelentések kapcsán. A járási hivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztálya rendelkezik ezzel ehhez hatáskörrel, esetleg ha ide érkezik a bejelentés és nem oda, én azt csak továbbítani tudom. Bár ismerjük a rendet, hogy a állampolgár azt mindig azt mondja, hogy hát ő alsózsócai, akkor itt várja el, hogy a ügyét intézzék, de a mi ügyintézési lehetőségeink csak a részünkre bocsájtott hatáskörök tekintetében várhatók el. Úgyhogy én biztatom a lakosságot, és kérem is, hogyha ő ilyet tapasztal, konkrétan tudja, tehát nem általánosságon, mert úgy nem tudunk eljönni, hogy ezt látta, ezt tudja, és akkor meg kell tenni a feljelentést, én azt nyugodt szívvel az illetékes hatóság felé továbbítom, vagy ha olyan jellegű, és abban el tudunk járni, ezt megteszük. Ugyanezek ugye a környezetünk tisztántartása, szépítése érdekében, sajnálattal tapasztaltam, reggel mentem itt a képviselő asszonyhoz bérvételre, már reggel azzal fogadtak, hogy a tegnap előtt beültetett árvácskát, amit beültettünk az orvosi rendelő elé a ládákba, nem megrongálták, tehát valaki szánt szándékkal kiszedte, eltulajdonította és ellopta. Magáévá tette. Megpróbáljuk itt végignézni a kamerát, hát ha sikerülne, de fölháborító, tehát hogy a település érdekében tett mindenfajta jó érzésű, és nem azért, hogy én jól érezem, hanem mi, akik itt lakunk, egy szép rendezett környezetbe éljünk, még mindig vannak olyan emberek, akik nem megrongálták, ezt kiszedték, tehát valahova vagy elvitték, vagy elültették, vagy eladták.
Ha valaki ezzel kapcsolatban bármiféle információval rendelkezik, akkor azokat nagyon szívesen örömest veszük, mert jó lenne ezeknek valahol a kezdetét venni, mert hát nem azért csináljuk, hogy ezekről a rongálásokról szóljon szó. Rongálásokról legyen szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Parancsoljék. Én itt csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy tényleg sajnálattal vettük észre, hogy a hétfőn beültetett árvácskák mind a hartvirágtartóból kedd délután még megvoltak, és szerda reggelre eltűntek. Mindenki szereti a környezetét tisztán tartani, általában virágosítani a környezetét, de hogyha ezt megkérhetjük, akkor ne a köztérre kiültetett virágokból oldja meg a lakosság, vagy aki esetleg ezt megtette, nem tudom, hogy milyen erkölcsi normával rendelkezik. Nagyon sajnálattal vettük tudomásul, nagyon örültünk, hogy tényleg ez a kis virágos tárolók nagyon szépen be voltak ültetve, és hát egy kettő napig tartott. Kritikátlan, hogy ott valaki ezt a virágot így kiszedte. Tulajdonképpen nem is egyet, hanem teljes mértékben mind a 24 árvácskát összeszedte, és hát nem tudom, hogy mit tett vele, de felháborító. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy részletesen kitárgyaltam mindent, kérdezem, van-e még valakinek. Amennyiben nincs, javaslom szavazzunk. Aki tudomásul veszi hasonlóhoz a környezeti állapotáról szóló 2018. évi tájékoztatást, ezt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen megállapítani a testületünk együttetően. A következő napirendi pontunk a Onga és Társul Települések Szociális Gyermekjóléti Társulása társulási megállapodás 11. számú módosítása. Tulajdonképpen Onga, illetve a Emőd város sem tesz más, mint amit Alsó-Olcán már megtettünk, hogy döntöttek arról, hogy a család és gyermekjóléti szolgálat feladatait a idősek klubja látja el, ezáltal kilép a ongai keretből, és ő maga fogja a munkát végezni, annak előnyével, hátrányával, mondhatjuk így, ugye Julika. Tehát tulajdonképpen ez a 11. számú módosítás arról szól, hogy így módon Emőd városa ebből a szolgáltatásból kiválik, illetve maga oldja meg. Az előterjesztés tárgyalta a pénzügyi és városfejlesztési bizottságunk elnök, azt mondom, kérem. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és támogatja annak elfogadását. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e bárkinek? Amennyiben nincs, akkor szavazzunk. Aki az Onga és Társul Települések Szociális Gyermekjóléti Társulása társulási megállapodás 11-es számú módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást határozat melléklete szerint elfogadja, jóváhagyja, illetve a polgármestert felhatalmazza az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására, ezt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy testületünk elfogadta. Áttérünk a 9. napirendi pontunkra, ami a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményéről szóló önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek határon kívül helyezéséről szól. Kérem, jegyzi azt, hogy terjessz el. Az előbb említett rendelet, amit most nézek itt április 27-én lépett hatályba, ennek egyetlen egy rendelkezésével kapcsolatban egy észrevétel érkezett. A 20-as paragrafusban a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követel, aki a polgárok személye adat és lakcím nyilvántartásáról szóló rendelet alapján a lakcím bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. Ez természetesen egy magasabb szintű jogszabály szabályozza. A mi részünkről leginkább ennek a előírásnak a megfogalmazására az adott indokot, hogy valamilyen szinten, valamilyen szintű szankciót tudjunk megállapítani. A törvényességi észrevétel kapcsán az derült ki, hogy erre nekünk nincs lehetőségünk, mert hogyha egy magasabb szintű jogszabály, ez ugye már többször is elhangzott itt,
egyéb jogalkotási helyi rendeletek megalkotása kapcsán magasabb szintű jogszabállyal ellentétes, akkor azt egy alacsonyabb szintű jogszabály természetesen nem szabályozhatja. Ennek megfelelően azt mondja, hogy ez nem egy igazán helyi közügy, amiről mi rendeletet alkothatunk, a magasabb szintű szabályozás alapján, ezért kérném a képviselőtestületet, hogy ezen rendeletünknek ezt a 20 paragrafusát, ami erről szól, amit az előbbiekben ismertettem, azt kérem, döntsenek arról, hogy hatályát veszti. Köszönöm szépen az előterjesztést, támogatom a Magyarországi és Jóléti Bizottság, kérlek szépen is meg. A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, kérem szavazunk, aki a mellékletben szereplő rendelet tervezettel egyetért, azaz, hogy hatályát veszik a önkormányzati rendelet 20-as paragrafusa, illetve a kihirdetést követő napon lép hatályba, aki ezzel, illetve a rendelet tervezettet elfogadja egyetértve, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy testületünk egydöntetően fogadta el. 10. napi rendi pontunk Alsó-Olca város önkormányzat integrált település fejlesztési stratégiájáról szól, mint ahogy köztudott, hiszen tárgyaltuk már jó néhányszor, hogy a korábbi integrált városfejlesztési stratégiánk átdolgozása került a megfelelő szakértelemmel rendelkező települési főépítést bíztunk meg a tervezési véleményezés és jóváhagyási folyamatban való közreműködésre. Lakossági fórumot hirdettünk 2018. szeptember 11. napjára, ami a polgármesteri hivatal tanácskozó termében megfelelőképpen lezajlott a főépítést közreműködésével, illetve a integrált települési fejlesztési stratégiánkat áttekintették, pontosítottak, kiegészítették. 2018. október 17. napján munkaközi tájékoztatás keretében szintén a tanácskozó teremben voltunk ezzel kapcsolatban, illetve beszéltük meg a különböző felmerülő kérdéseket. A dokumentáció tervezetet véleményezése megküldtük a Borsodabói-Zemplén megyei kormányhivatal kormány megbízott kabinet állami főépítésze, illetve a megyei önkormányzati hivatal megyei főépítésze részére, akik részéről elfogadás ellen kifogás nem érkezett. A önkormányzathoz beérkező vélemények alapján a főépítésze dokumentációt a képviselő testületi jóváhagyását támogatja, illetve a környező települések, mint Felső-Olca város, Hernádnémeti, Onga dokumentációt megismerték, annak tartalmát elfogadták, kifogást nem emelnek, illetve észrevételt nem tesz. Ezek alapján az előterjesztésünk szerint a integrált települési fejlesztési stratégiának elfogadásának akadálya nincs. Az előterjesztés tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságunk elnök asszonyt, kérem megismertesse az állásfoglalást. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, kérdezem ezzel kapcsolatosan. Amennyiben is kérem, hogy szavazzunk. Határozati javaslatunk szerint az integrált települési stratégia tervezésének véleményezése megtörténés során elfogadása ellen kifogás emelése nem került sor, illetve aki a megküldött tartalommal elfogadja az integrált település fejlesztési stratégiánkat, illetve elfogadja, hogy a városfejlesztés, integrált városfejlesztési stratégiánkról szóló határozat hatályát veszítse, azt kérem készfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy testületünket fogadta el. Rátérünk a 11. napi rendi pontunkra, ami előzetes írásbeli tulajdonosi nyilatkozat és hozzájárulás a sportcsarnok sportpadlójának felújításához és a beruházás megvalósításához. Mint ahogy az már elhangzott a korábbi pályázat során, az előző sportfejlesztési program keretén belül pályáztak a Magyar Labdarúgó Szövetséghez a sportpadló felújítására. Ez valaminek révén okán kikerült, illetve talán nem támogatták. A sportkör a Magyar Kézilabda Szövetséghez fordul, illetve a Kézilabda Szövetség teremtette meg a pályázati lehetőséget.
annak keretén belül pályáznak a sportpadlójának a felújítására. Örömmel veszük, hiszen már jó néhány éve eltelt az előző felújítás óta, feltehetően, hogy egy jó minőségű új sportpadló hozzá fogja segíteni a mozgó fiatal sport szeretetéhez. Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi és városfejlesztési bizottságunk. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja azzal a megfontolással, hogy a tulajdonosi nyilatkozat harmadik pontjában szereplő esetleges jelzálogjog bejegyzésére vonatkozó kitételt megfontolásra ajánlja a képviselőtestületnek, de összességében támogatja az előterjesztést. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban a harmadik ponttal némi nemű félreértés keletkezett, hiszen tulajdonképpen a sportkörnek a előterjesztése arról szól, hogy jelzálogot helyezzenek, vagy helyeztessenek hozzájárulva. Önkormányzati jelzálog jog kerüljön a sportcsarnokra. A részletszabályokat, hiszen a TAO-s pályázat részleteit nem ismerjük, ebben van még némi nemű kételj. A hármas pont arról szólna, hogy szükség szerint a képviselőtestület, hogyha valóban úgy van, hogy jelzálogjogot rá kell helyezni, akkor szükség szerint a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy helyezzenek rá jelzálogjogot, illetve hozzátartozik az, hogy ez az épület nem forgalomképes, tehát tulajdonképpen hátránya ebből a településnek nem lehet, hogyha teljesíti azokat a dolgokat, amiket a támogató előír, már pedig nem célunk, hogy más milyen tevékenységet folytassunk a sportcsarnokban. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Tehát én azt javaslom, hogy fogadjuk be a képviselőtestület, fogadja be a harmadik pontot is, miszerint a polgármester fölhatalmazva szükség szerint intézkedésre. Parancsoljon. Hát tulajdonképpen a félreértés csak abból adódott, hogy mi úgy gondoltuk, hogy egy támogatásnál nem szoktak jelzálogjogot bejegyezni, az csak egy kölcsönnél, vagy tehát ilyen jellegűnél, de ahogyan polgármester úr mondja, hogy egyébként is ez korlátozottan forgalomképes ez az ingatlan, és mi nem szándékozzuk ezt eladni. Nyilván a célunk az, hogy továbbra is sportcélokra használjuk, tehát változatlan formában, úgyhogy én is azt gondolom, hogy semmi akadály annak, hogy ezt így elfogadjuk, ezt a előterjesztést, ahogyan van. Köszönöm szépen. Annyit akartam ehhez hozzátenni, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen sajnos nem vettem részt, és ennek kapcsán egy kicsit itt félrement ez a dolog. Alapjában véve a jogszabály arról szól, hogy építési engedély köteles, tehát ez nem egy építési engedély köteles tevékenységről van szó, bár a megkeresés, ami irányult, már a jelzálogjog bejegyzésre is irányult. Én azt gondolom, hogy egy önkormányzati épület esetében, ahol hál' az Istennek egy olyan szintű beruházást kívánunk, vagy kíván végrehajtani itt a kézilabda sportszövetséghez benyújtva a helyi közösségi sportklub, ami az épületnek nyilvánvalóan az értékét is fogja növelni. Én nem gondolom, hogy itt kellene megakadni annak, és erre majd egy újabb testületi ülést összehívni, hogy ennek a hozzájárulásnak a megadását jelen pillanatban esetleg a képviselőtestület akadályozza. Amennyiben természetesen az előző terjesztés is ezt tartalmazza most is, szükség van rá, akkor kérni, hogy a képviselőtestület járuljon hozzá ennek a bejegyzéséhez. Többször is elhangzott, ez egy korlátozottan forgalomképes. Ez a sportcsarnok, bízunk benne 10 év múlva, 20 év múlva is ugyanezt a feladatot fogja ellátni. A jelzálogjog bejegyzés csak arra vonatkozik, hogy ott egy meghatározott időintervallum tekintetében az adott támogatás, nyilvánvalóan ez a sportolási célra, illetve a sportcsarnokra fogjuk felhasználni. Közeljövőben én úgy gondolom, hogy a képviselőtestületnek nincs ilyen elhatározása és elképzelése, hogy bármilyen formában ettől az épülettől megszabaduljon. Én azt gondolom, hogy csak örülnünk kell annak, hogy
a sportpadló is felújul, illetve, ahogy már itt a testületi ülésen elhangzott, hamarosan el fog kezdődni a sportcsarnoknak a energetikai korszerűsítése, amelyen én azt gondolom, hogy egy sokkal korszerűbb, energiatakarékosabb, jobban felszerelt sportcsarnokot vehetnek igénybe azok az emberek, akik sportolni szeretnének. Köszönjük. Úgyhogy én kérném, hogy, illetve javasolnám, hogy a előterjesztésben foglaltatnak megfelelően történjen a képviselőtestület támogatása, hogy a KSC a kézilabda szövetséghez ezt a pályázatot mi hamarabb be tudja nyújtani. Köszönöm szépen, tulajdonképpen a támogatás arra szólt, hogy támogatnák burkolatok a létrehozását. Kérdezem, valami ezzel kapcsolatban parancsolj képviselő. Köszönöm. Csodálkozva veszem észre, hogy végre ilyen egyetértés van a sport terén, hogy mindenki támogatja ezt az előterjesztést. Ezt az előterjesztést, illetve ezt a pályázat, ugyanaz a KSC intézi, aki már több millió forint tagos pénzt hozott volna ide a faluba, csak mindig valahogy sikerült megakasztanunk. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy most is lehet számítani ilyen társasági tüntetésre, gyűjtésre, aláírásra, bármire, vagy pedig most ezt simán le tudjuk esetleg zavarni. Értelmes kérdés. A lakossági megmozdulás nem az önkormányzat szervezi, hanem a lakosság. Erről a lakosságot kellene megkérdezni. Értem. Véleményem szerint a végül is kiegyenesedett a dolog, miszerint megvalósíthatja a KSZ a beruházást. Sajnálattal láttuk azt, hogy tavasszal nem került sor erre. Az útfelújítást úgy ütemeztük, hogy a Tanács utcán esetleg azok a teherautók, amik dolgoznak, azok a felújítás előtt be tudjanak hajtani abból az irányból. Sajnos, hogy nem történt semmi, ezért lebitumeneztük a Tanács utcát, remélhetőleg nem fog semmi probléma keletkezni. Tehát, mint ahogy látod, lehet, hogy meglepődve tapasztalod, de semmiféle ellenérzés nincs. Mindannyian azon vagyunk, hogy a sportpadból megújuljon. Tökéletes, köszönöm szépen. Parancsolj. Annyit akarok itt valami szintű félreértés, hogy soha nem a megvalósítással volt a probléma. Itt a megvalósítás helyszíne volt az én úgy gondolom, ami problémát jelentett itt a képviselőtestület, tehát nem volt igazán egyetértés ebben. Itt senki egyetlen egy alkalommal nem mondta azt, én ilyenre nem emlékszem, hogy valaki nem támogatja az ilyen irányú fejlesztéseket. Itt egyetlen egy probléma volt a helyszín megválasztása. Én legalábbis így emlékszem. Nem is kötekedni akartam, csak egy észrevétel, ami nem számomra. Én nem szeretném, hogy megint a Hír TV legyen itt, meg mindenki. Nem kell azonban. Tehát nyilvánvalóan az egész előterjesztés erről szólt, hogy miért ne támogatta egy saját önkormányzat intézménynek a felújítását egy képviselőtestület. Hát maga ellen azt gondolom, hogy egyetlen egy testület sem fog dönteni, hogyha ott egy pozitív irányú előrelépés fog történni, sőt itt már több irányú, mert ugye elindul itt a pályázat is, plusz még ez ugye a belső résznek a felújítását szolgálja. Én azt gondolom, hogy csak ez egy pozitív és mindenképpen támogatandó dolog. Részünkről azért is támogatjuk ezt a dolgot, mert én úgy gondolom, hogy valami nagyon professzionális szintű felújítás fog bekövetkezni, hiszen 10 évvel ezelőtt, amikor felújítottuk a sportpadlót, ez nekünk olyan 5 millió forintba került, ha jól emlékszem rá. Az évi 2%-os inflációt számolva, akkor körülbelül 20%-kal emelkedtek az árak, akkor mondjuk az kerülhetne 7 millióba, de ezzel szemben ezt 15 millióba fog kerülni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy valami nagyon jó felújítás lesz, és egy iszban speciális, és senki nem, tehát senki nincs ellene, mindössze ez a jeldálok dolog volt, ami tisztázatlan, de ez elhárult, ez az akadály, és én azt hiszem, hogy senki nem lesz ellene, legalábbis én nem. Köszönjük szépen. Közben arról beszélgettünk, hogy nem tudom, mi vezet arra, hogy ilyet állíts, hogy ellene voltunk, meg nem engedtük, meg nem járultunk hozzá, hogy beruházási összegeket hozzanak hasonló utcára. Én nem hiszem, hogy olyan egetrengető probléma lenne, hogyha a testület véleménye megoszlik.
alapjában véve arról szólt az akkori történet, hogy a sportcsarnok mellé kerüljön a műfüves kispálya, esetleg a kondipark helyére kerüljön a kispálya, egy egységes egészet alkotva úgy, hogy az ottani öltözőt újítják föl, vagy pedig más helyre kerüljön, hiszen történetesen a másik oldalára. Én úgy tudom, hogy e körül ment a vita, ez a vita lezáródott, és nagyon helyes, illetve nem a világ végét jelenti, hogyha egy képviselőtestületben nincs mindig egyetértés, ezt megvitattuk, meghallgattuk a lakosság véleményét, kialakítottuk az álláspontot, és attól kezdve a mindenféle akadály, részünkről legalább mindenféle akadály elhárult, sőt, ha megkérdezed a sportfővezetőt, én azt hiszem, hogy arra fognak beszámolni, hogy készségesen működünk együtt, hiszen azért jelenleg a városüzemeltetés is használja ezt a területet. Tehát semmiféle olyan akadályt nem gördítettünk a közösségi sportklub elé, ami említésre méltó volna azóta. Jó, köszönöm, kérdezem, óhajta még valaki ezzel kapcsolatban? Amennyiben nem, akkor aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület, a tulajdonosi nyilatkozat és a hozzájárulás a sportcsarnok Alsó-Zsolca belterülete 966. helyrajziszám sportpadlójának felújításához és a beruházás megvalósításához megnevezésű nyilatkozatot megtegye, illetve ebben a nyilatkozatban a melléklet szerinti 3 pont kerüljön, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítani képviselő testületünk egyhangulag elfogadta. Áttérhetünk a 12. napirendi pontunkra, ami a két ülés között eltelt időszak beszámolóját takarja. Tulajdonképpen szeptember 6-a az a dátum, amikor az előző képviselő testületi ülésünk volt. Szeptember 11-ére volt meghirdetve a volt alpolgármester úr által indított peres eljárás, ami az Alsó-Zsolca önkormányzatát perelte. Méghozzá a többször módosított kérelem alapján Alsó-Zsolca város önkormányzatára is 8.869.600 forint sérelemdíj és 3 havi végkielégítés, azaz 1.435.800 forint törvényes mértékű kamatok perköltség megfizetésére kérte kötelezni Alsó-Zsolca város önkormányzatát. Az időközben lezajlott bírósági és kúriai döntések, hiszen már ez a megjárta a kúriát is, ezek minden esetben a felperesek kérelmét elutasította, úgy a kúria, mint a bíróság, tehát sehol nem kapott igazat, sehol nem vélték úgy, hogy netán talán szabálytalanul járt volna az önkormányzat. Én úgy gondoltam, mint ahogy a újságban is szerepel, hogy elrendeződni látszanak a dolgok, és hogy az űrös időszak után kifulladnak azok az emberek, akik a bajt keverték, és hogy a teljes energiánkat a település fejlesztésére tudjuk fordítani. Hát sajnos nem így történik, mert hogy ez az elsőfokú ítélet, természetesen fellebbezési joga van az illetőnek, a felperesnek, aki élt is ezzel a lehetőséggel. A különösen érdekes az a mondat, ami a keresetben szerepel, miszerint mindkét alpolgármester a polgármester méltatlanságával összefüggő kezdeményezésben részt vett, és a másik alpolgármester is megtámadásra került. Tehát mindkét alpolgármester a polgármester méltatlanságával összefüggő kezdeményezésben részt vett, és a másik alpolgármester is megtámadásra került. Ez szerepel a mostani keresetben. Január 10-én lesz 9 órakor a tárgyalás. Nem hiszem, hogy olyan nagyon elmozdulna a dolog, hiszen a korábbi ítélet hozatal előtt a bírónő föltette, hogy egyezzünk meg, ami természetesen számomra elképzelhetetlen, bármiféle, hiszen ha törvényesen járunk el, akkor milyen egyezséget kötünk. Ezt követően a bíróság első fokon elutasította a keresetét. Na, reméljük a legjobbakat. Szeptember 24-én kerül sor a gyalogátkelőhelyek műszaki átadására. Némi nemű feladatot még hagyott maga után. Természetesen ezt orvosoljuk, de a műszaki átadás átvétel megtörtént. 25-én, amint az imént tárgyaltuk, a Ongai társulás jóváhagyta előzetesen a Emőd város
kilépését, illetve a saját maga oldja meg a dolgát. 27-én sor került a Benedek Elek általános iskola udvarán a Magyar Kézilabda Szövetség által finanszírozott, ő által megbízott képviselő révén annak a kézilabda pályának a műszaki átadására, ami átadás átvételére, ami ott megépült. Tulajdonképpen Asolc a város önkormányzatát annyiban érinti, hogy ő a tulajdonosa, viszont működtetni a tankerület működteti ezt is az iskolával együtt. Ez egy olyan kézilabda, illetve focipálya, aminek a alja, illetve először lecsiszolták vagy lesíkolták a bitument, és a régi zuhanyzókban voltak ezek a műanyag rácsok, nyilván, hogy korszerű, meg UV álló, meg mindenféle álló, olyan rácsot helyeztek le a padlóra, illetve egy méteres magasságú paraván, vagy mi ez a veszi körül, valamint a kapuk mögött háló helyezkedik el, hogy ne tudják, vagy ne menjen el messzire a labda. Reméljük, hogy sokáig fogják használni a gyerekek. Sok jó futballistánk lesz. Október 17-én sor került a Integrált Településfejlesztési Stratégia Fórumára. 19-én a 56-os megemlékezést bonyolítottuk. A november 8-án volt a közútnak a tájékoztatója, miszerint a téli üzemeltetése állnak át, ahogy a rádióban is lehetett hallani, hogy 24 órás szolgálatot látnak el attól a naptól kezdve, illetve csak igen-igen indokolt esetben lehet a út mentén bármit végezni, mindez március 15-éig szól. 9-én pedagógiai nap keretében barátné Csáti Erikának, illetve Kelemenné Kerekes Adrián számára átadtuk a Emberi Erőforrás Minisztériumtól származó oklevelet, illetve emlékplakettet. Október 19-én a parlamentben gondozási központ vezető asszonyával átvehettük a családbarát oklevelet, ami azért érdekes, mert hogy teszi az ember a dolgát, és mi magunk nem tulajdonítunk menet közben akkora jelentőséget a dolgoknak, mert mondom, hogy végezzük a feladatot. Ezek szerint idegen szervezet, idegen emberek mégiscsak jutalmazásra ítélték meg azt a tevékenységet, ami Alsó-Zsolcán zajlik, és természetesen örülünk neki, hogy így ítélték meg. A november 10-én zajlott Szlovákiában a helyhatósági választás. Örömmel tudatom, hogy a volt polgármester asszony továbbra is felhatalmazást kapott a település vezetésére. Eltérően nálunk ott 9 képviselő van, a polgármester nem rendelkezik szavazati joggal, tehát a képviselők döntenek. Ő beterjeszti, illetve ahogy kinéz, valamennyire kellemesebben végezheti az elkövetkezendő időben a munkáját nagyobb egyetértéssel, hiszen javarészt a hozzá, vagy vele egyetértő, vagy ő támogató embereket szavazták be a választópolgárok. Tulajdonképpen ezekkel kapcsolatban kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése. Erről szólt a tájékoztató, amennyiben nincs, aki ezt a tájékoztatót elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze, köszönöm szépen, megállapítani a testületünk egyhangulag elfogadta. Kérdezem, van-e valakinek közérdekű bejelentése? Parancsolja. Csak egy-két információ, ami mostanában többször felvetődött, illetve bizottsági ülésen is elhangzott. A médiában többször megjelent már, illetve nagyon sokszor halljuk a mostani időben itt a kutakkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségeket. Az önkormányzat honlapján, illetve az ügyfélszolgálaton is erre vonatkozó bejelentési nyomtatványok rendelkezésre állnak. Jelenlegi tudás szerint én még tegnap is néztem a magyar közlönyt, bár elhangzott több információ is, hogy a 2018. december 31-i bejelentési határidőt ki fogják tolni 2020-ra. Én erre vonatkozóan még jogszabályi rendelkezést nem láttam.
tehát nem megakadályozva az állampolgárokat, amennyiben úgy gondolják, hogy ennek a bejelentési kötelezettségnek eleget kívánnak tenni. A honlapon érdeklődhetnek, illetve elolvashatják, ott részletes tájékoztatást nyújtottunk, hozzá nyomtatványokat pedig a ügyfélszolgálaton kaphatnak, vagy még próbálnak egy-két hetet várni, és megvárják, hogy esetlegesen milyen döntés született a döntéshozók részéről. A másik, ami hamarosan napirendre kerül, előkészítése folyamatban van. A képviselőtestület a költségvetési rendelet elkészítéséről döntött, a időskorúak egyszeri támogatásáról. Az előkészítés az előző éveknek megfelelően folyamatban van. Minden 62. életévét betöltött állampolgár részére a szükséges nyomtatványokat ki fogjuk küldeni, kipostázzuk. Kérjük, hogy a szükséges dokumentációkat, illetve természetesen a kitöltött nyomtatványt az ügyfélszolgálat részére juttassák el. És az előzőeknek megfelelően igyekszünk természetesen a határozatot elkészíteni, és abban a pillanatban ki is fizetni. Örömmel számolhatunk be arról, ugye, hogy a képviselőtestület ebben az évben 10.000 forint támogatást szavazott meg a 62 éven felüli lakosok részére. Természetesen az öregségi nyugdíj 10-szeresét meg nem haladó jövedelmek esetében. Ami még érintette mostanában az állampolgárokat, több levelet, illetve több telefont is kaptunk, félig felháborodva, félig nem. Jó szándékkal megküldtük az adótartozással rendelkező állampolgárok részére a felszólításokat. Nyilván senki nem szeret fizetni. Egyrészt ugye ez egy felhívás volt. Ha valakinek valamilyen problémája van, akkor azt természetesen telefonon, e-mailben és mindenfajta módon jelezze, mert előfordulhatnak kisebb problémák, nem oda történt a könyvelés, ezeket rendezni kell. Azokban az esetekben pedig, ahol az adófizetések nem történnek meg, természetesen az adóigazgatási eljárási szabályok alapján a végrehajtási eljárásokat elindítjuk. Sok befizetés érkezett, úgyhogy ezt mindenképpen megköszönjük az adófizető állampolgároknak. Köszönöm. Köszönjük szépen, szépen örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy megjelent a Alsó-Rócai Hírlap legújabb száma. Akihez esetleg nem jut el, az vagy erre az e-mail címre, az Alsó-Róca újság kukac@alsoroca.hu címre írjon, vagy pedig telefonáljon, mert akkor utólag juttatunk számára példányt. Vagy az e-mail címünkre a polgármesteri, vagy pedig a polgármesteri hivatal címére. Ajánlom figyelmébe, mindenkinek forgassák. Legyenek tisztában a település életével. Kérdezem, van-e még valakinek? Amennyiben nincs, úgy megköszönöm a munkát, a részvételt, megköszönöm a nézőinknek a figyelmét, remélhetőleg ezáltal jobban tájékozódnak a képviselőtestület munkájáról. Akinek bizony mindenféle döntést meg kell hozni, és gyakran vagy előfordul az, hogy nem kedvező, vagy nem népszerű döntés, olyanok is adódnak, bár szerintem mostanában azért ezeket kerülhetjük, vagy kerüljük. Tehát köszönöm szépen a végzett munkát, köszönöm a figyelmet. Legközelebb december legközelebbi képviselő testület ülésünk december 13-án lesz. Várunk akkor is mindenkit. Köszönöm szépen az ülést, az áron viszontlátásra. Mindenkinek kellemes napot.